Kárték Bálint az elmúlt héten az U21-es válogatott tagjaként Görögországban játszott felkészülési mérkőzést. A Spari középpályásának ez volt az első meccse a nemzeti csapatban, így érthetően nagyon boldog volt, hogy pályára léphetett. Ez volt ugye az első válogatott meghívóm. A csapat, mint egység, az nagyon jó volt, a játék az még majd alakul, a további időszakban az egyéni teljesítményemmel pedig nem szoktam foglalkozni, de a visszajelzések alapján pozitív volt. Szintén válogatott meghívót kapott Harsányi Zoltán, a támadó a Felvidék válogatottját erősíti, akik Gyirmóton lépnek pályára. A keret többi tagja a hétvégi Szeged 2011 elleni találkozóra készül, Weber György gárdája a Diós Győr elleni edzőmérkőzésen jó teljesítmény nyújtott. Nem ájulunk el, mert azért láttunk hibákat, meg az ellenfél se volt szerintem toppon, bármennyire is akartak, de igazából az a teljesítmény, amit ott nyújtottunk, mindenben, hogy NB2-es bajnokin elég lett volna a győzelemhez, úgyhogy meg kell keresni ennek az okát, de most már egyértelmű lassan kirajzolódik, hogy nem fizikális, nem tudás, de mentális probléma van. Valamiért a mérkőzéseken a játékosok bizonyos blokk alatt játszanak, ezt most meg kell nagyon gyorsan keresni nekem az oka, vagy valahogy orvosolni, de bízom benne, hogy sikerül, mert láttam megint, hogy a csapat tud futballozni. A hétvégi ellenfél Szeged 2011 jelenleg a 7. helyen áll a tabellán, Összel Dragoner Filip duplájával 2-0-ra a Nyíregyháza nyert, a két csapat vasárnap lép pályára.